Az előző években, meg most is összesen körülbelül 2,5 kilométer földes utat újítottunk, felépítettük. Ebből az idén itt a Kadarka utca épült meg 410 méter hosszban, valamint az Óhegy felső utca 630 méter hosszban, és az Urihegyen a Buzavirág utca, az pedig 300 méter hosszban. Az Árkerti programpályázat idei eredményeit mutatja Kozma Anikó, a polgármesteri hivatal osztályvezetője. Idén összesen 1340 méter hosszban, 3350 négyzetméter felületen javították ki és újították fel az utakat, melyeken a telek tulajdonosok megközelíthetik tanyájukat vagy földterületüket. Évek óta az Agrárminisztériumnak az Árkerti felújítási programjában földes utak felújítására tudtunk pályázni. 2018-19-ben már itt az Óhegyen valósultak meg beruházások, és a tavalyi nyertes pályázat során most pedig itt ennek folytatásaképpen az Óhegy felső utca és a Kadarka utca került felújításra. Ez egy zuzotköves megerősítés alapú út felújításról beszélünk, kétoldali patkaképzéssel, csapadékvíz elvezetésével. A most megépült útszakaszok megközelítően 50 telek tulajdonos számára jelentik azt, hogy nem kell dacolni az időjárás okozta úthibákkal, gödrökkel, és nem kell attól félni, hogy leszakad egy kipufogó, vagy más sérülés éri a gépjárműveket. Az út egyébként megfelel a környezetvédelmi szabályoknak is, a darált betonalap réteget zúzott kő fedi. 24.879.000 forintos beruházásról beszélünk. Itt nem csak az utakat újítottuk föl, hanem az önkormányzat az előző pályázat folytán telepítette egy őshonos szilvafákkal teli területet, 125 szilvafát ültettünk. Ezt a szilvafást is bekerítjük, és két vadkamera került kihelyezésre. Arról, hogy mi lesz majd a termőre forduló szilvafás termésével, egyelőre nincs végleges döntés. Természetesen szeretnénk itt is folytatni majd az útfelújításokat. Remélhetőleg újabb nyertes pályázatunk lesz, illetve lesznek olyan pályázatok kiírva, amikor is ezeket a földes útfelújításokat tudjuk itt folytatni. Ezzel a projekttel a város a telek tulajdonosok legnagyobb gondját tudott enyhíteni. A területek egy jelentős részén a víz és az áramellátás is biztosított, és a tapasztalat az, mondja Kozma Anikó, hogy egyre többen tavasztól őszig ezekben a kisházakban élnek, és csak a téli hónapokra mennek vissza a városba. Az utak rendbetételével az ő életkörülményeik is javultak.